Újabb adomány a gyermekosztálynak, népszerű a gyógykezelés, egyre több az e-hulladék, olcsóbb lett a tojás. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2019. október 1-én 18 óra 5 perckor. A Kátai Gábor Kórház csecsemő és gyermekosztálya számára gyűjtött ruhákat, plüssállatokat a Mátai Szeretett Szolgálat karcagi csoportja. Az adományokat Kovács Mária vezető adta át dr. Szabó Mária osztályvezető főorvosnak és munkatársainak. Kinőtt, de még jó minőségű ruhaneműknek, az ajándékba kapott papucsoknak nagyon örültek. A Máltai Szeretett Szolgálat karcagi csoportja keresett meg bennünket egy jó hónappal ezelőtt, hogy szívesen gyűjtenének a gyermekosztálynak, de hasznos dolgokat, és akkor egyeztettünk, hogy tulajdonképpen mire lenne szükségünk. Nyilván a játékokon kívül szívesen fogadjuk a már kinőtt, de még jól használható ruhaneműket. Nagyon örültünk a ajándékba kapott papucsoknak, mert ha hiszik, hanem minden szülő hoz magába a pizsamát, de papucsot nem általában, hogyha esetleg felvételre kerülnek a gyerekek. Nagyon sok hasznos játékot is kaptunk. Kaptunk ilyen egészen kicsiknek foglalkoztató játékokat, csecsemőknek rágókákat, tehát olyan hasznos dolgokat tudtak nekünk összeszedni, amire tényleg azt mondtam, hogy itt a helyen állunk, és végre ezekkel is tudjuk egy kicsit színesíteni a gyerekekben töltött napjait. Először csak a ruhákról, játékokról szólt a megkeresés, de örömmel vettük azt, hogy lehetőség nyílt arra, hogy gyümölcslevet is kapjanak a bent levő gyerekek, illetve utolsó pillanatban még csecsemő étel is érkezett az osztályra tőlük. Amikor különböző más osztályokra kell vinni ezeket a gyerekeket. Hát ugye, akik bent vannak a szülők, azok gondoskodnak róla, de bizony vannak olyanok is, akikkel nem tudnak itt maradni a szülők. Nagy-nagy segítség a betegszállítóinknak is, hogyha megfelelő papucsba, kis köntösbe, felöltözve, vagy tényleg akár sapkával ellátva tudjuk őket vinni a vizsgálatokra. Ez mind-mind a gyerekeinknek a kényelmét, a szépségét szolgálja. Nagyon örültünk neki. Hétvégére azért mindig megtelik a kórházunk, de nyilván akik meggyógyultak, azokat meg örömmel adjuk haza. Épp az előbb búcsúzott tőlünk egy nagyon kedves gyerkőcünk. Jó érzés volt, hogy tudtunk nekik segíteni. Sok hasznos játékot is kaptunk, egészen kicsiknek foglalkoztató játékokat, csecsemőknek rágókat, bébitámszert és ivólevet. Sorolja dr. Szabó Mária, aki arra kéri televízión segítségével a város lakosságát, pedagógusait, hogy a vizsgálók, rendelők fehér falain jól mutatnának a gyermekrajzok. Ezért arra kéri az alsós tanítónéniket vagy óvodapedagógusokat, készítsenek a gyermekekkel nyári emlékeikről vagy más témákról rajzokat, és azt juttassák el az osztályra. Általában rajzolnak nekünk a gyerekek, de hát ugye egy kicsit minket is elért a kütyű korszaka, már most inkább nyomkodják, nézik a mesét, nézik az okostelefonokat, és egyre inkább kevesebb rajzot kapunk a gyerekektől. Hál' Isten szóbeli kifejezést igen, hogy mennyire örülnek, meg köszönik a segítségünket. És arra gondoltam, hogy azért nagyon jó dolog, ha szép gyerekrajzok díszítik a vizsgálót is, a rendelőnket is, és arra szeretném kérni az elsős vagy másodikos tanítónéniket, hogy segítsenek nekünk abban, hogy a gyerekek nyári élményét lerajzoltatva, vagy bármi jó témát egy kicsit segítsék dekorálni a mi rendelőinket. Tehát legyen egy olyan foglalkozás, ahol direkt elmondják a gyerekek, hogy ezek a rajzok, ezek a kézimunkák most a kórház gyerekosztályát fogják díszíteni, és én úgy gondolom, hogy ebben minden olyan gyerek, aki most ment óvodából iskolába, vagy éppen még kisiskolás, biztos vagyok benne, hogy nagyon szívesen részt vesz, hiszen nagy részük bizony megfordul már itt a mi kórházunkban, vagy testvére volt és jött látogatni, tehát jó érzés lenne azt látni, hogy újra szép, friss rajzokkal tudjuk díszíteni a vizsgálónkat. A máltai sok adományait pedig kisbetegeik nevében köszöni a főorvosnő.
Nagyon szépen megköszönöm a Máltai Szeretetszolgálat minden egyes dolgozójának, de tulajdonképpen azoknak az embereknek is hálával tartozunk, akik odaadták a már kinőtt, de még jól használható dolgaikat. Örülök neki, hogy ez már szinte hagyományá vált itt a környezetünkben. Más kórházakban is ugye vannak ismerőseim, kollégáim, és mindig azt mondják, hogy hogy csináljátok, hogy ez nálatok ilyen jól működik már 5-6-10 éve tulajdonképpen. És ugye eleinte még kértünk, mert most hál' Isten minket keresnek meg ezzel a lehetőséggel, hogy elfogadnánk-e. Higgyék el, nagyon-nagyon jó érzés, és nagyon-nagyon jó érzés az, hogy gyönyörű, szép ruhákba tudjuk öltöztetni a gyerekeinket. Bízok benne, meg biztos vagyok benne, hogy sokkal jobban gyógyulnak így a gyermekek. Az Akácliget fürdőben a gyógyászati részleg 100%-os kihasználtsággal működik. Karcagról és környékéről is érkeznek ide gyógyulni vágyók. Aki szeretné igénybe venni a gyógykezeléseket, annak a házi orvostól kell beutatót kérnie. Azzal kijönni szerdán vagy pénteken a reumatológus orvoshoz, aki megvizsgálja és felírja a szükséges gyógykezeléseket. Tudtuk meg Andrássy Istvántól, a Nagykun Víz és Csatornamű Kft. Ügyvezető igazgatójától. Hát a gyógyászati részlegünk, tudom azt mondani, hogy nagyon népszerű, hisz 100%-os kihasználtsági fokkal, sőt már előfordult, hogy volt már egy vagy két hét maximum várakozási idő, amely ritkán fordul elő, attól függ, hogy mikor, hogy torlódik fel. Aki elmegy az egészségügyi problémájával az házi orvoshoz, tőle kell kérni beutalót, és akkor itt a helyi rendelésünkön a reumatológus megvizsgálja, és akkor éri elő majd azt, hogy milyen gyógykezelések történnek meg az egészségvédelmi érdekében. Egyenlőre a kihasználtsági fok miatt, tehát mondtam, hogy esetleg egy vagy maximum két hét várakozási idő lehet, egyenlőre még csak hétköznap, tehát hétfőtől péntekig. Ez vonatkozik a gyógykezelésekre, a szakrendelés az meg szerdán és pénteken van. A gyógyulni vágyókat a fürdő vízi gyógytorna, súlyfürdő, gyógymasszázs, szénsavfürdő és tangentrum kezelés várja. A TB kétharmadát állja a kezeléseknek, a többit kell csak a betegeknek fizetnie. Gyógykezeléseink, akkor vízi gyógytorna, súlyfürdő, tangentor kezelés, szénsavfürdő, illetve gyógymasszázs. Reméljük, hogy azért sokan jönnek, de van-e térítési része, vagy teljesen TB támogatott ez a kezelés? Nem teljes TB támogatott, a kezelés típustól függően, vagy változóan, így tudom meghatározni, hogy körülbelül kétharmada a támogatás összege, egyharmadát állja a kedves ügyfél. És akkor, ahogy mondtuk, először a házi orvoshoz kell menni, az pedig szerintem a itteni doktornő el fogja mondani, hogyha valaki valami miatt nem kaphat kezelést, mert esetleg olyan betegsége van, hiszen biztos vannak kizáró tényezők. Így van, hát ez elő is szokott fordulni, hogy lehet olyan alapbetegsége, mely a vízi kezelések sajnos nem lehetségesek. És ez csak hétköznap vehető igénybe, vagy hétvégén is? Hát egyenlőre a kihasználtsági fok miatt, tehát mondtam, hogy esetleg egy vagy maximum két hét várakozási idő lehet, egyenlőre még csak hétköznap, tehát hétfőtől péntekig. Ez vonatkozik a gyógykezelésekre, a szakrendelés az meg szerdán és pénteken van. Az idén várhatóan a tavalyi mennyiségnél 3%-kal több, 242 000 tonna elektromos és elektronikus hulladék keletkezett az országban, amelyből 80 000 tonna begyűjtését és kezelését végzi el a hulladékhasznosító. Magyarország a fejenként 8 kg-os folyamatosan emelkedő begyűjtési mennyiséggel a középmezénybe tartozik az uniós országok között. A begyűjtést végző vállalat közleménye szerint a lakossághoz kerülő elektronikai cikkek javarészét műszaki, kiskereskedelmi áruházak értékesítik, melynek a feleslegessé vált gépeket át kell venniük a háztartásokból. 2017 és 2018 után az idén is elérheti az 1000 tonnát a MediaMarkt üzleteiben leadott elektronikai és elektromos hulladék mennyisége. Ennek 70%-át döntően a házhoz szállítások során visszavett hűtők és egyéb háztartási nagygépek adják. A régi képcsöves televíziók és monitorok aránya 18%-ot tesz ki, közölte a cég képviselője a Karcag Televízióval.
A vállalat szolgáltatási és környezetvédelmi termékmenedzserétől azt is megtudtuk, hogy a MediaMarkt átvesz használaton kívüli készülékeket akkor is, ha azt ott nem vásárolták, de a termékkategória megtalálható az áruház kínálatában. Tihanyi Ervin, az Intermetal elektronikai hulladék üzletág vezetőjétől azt is megtudtuk, hogy közel 500 tonna vasat nyertek ki tavaly az áruházlánctól érkező e-hulladékokból. A MediaMarkt Magyarország a MediaMarkt Saturn kereskedelmi csoport tagja, amely a 2017-2018-as gazdasági évben mintegy 21 milliárd euró értékesítési árbevételt ért el. Ennek nagy része a Seconomy AG-től származik. Ebben az évben folyamatosan csökken a tojás ára Karcagon. Pár hónappal ezelőtt még 60 forint volt egy közepes darab ára, most pedig üzlettől függően 40 és 50 forint között kínálják. Az árcsökkenés oka az, hogy az év elején mindig lefelé indulnak az árak, és a sikerült olcsóbb tojást behozni az országba. Ebben a karcagi kisboltban rengeteg tojást adnak el. Az üzletvezető elmondta, elsősorban a telmerői tojást keresik az igényes karcagi vásárlók. Nagyon keresik, mint kisbolt, itt nagyon sok tojást eladunk napi szinten. 40 forintért adjuk az L-es méretű tojást, mert ez méretben aránylag elfogadható. A termelői tojásokat szeretik, és mi azért azt is áruljuk. Tehát egyébként is nagyon sok tojást eladunk, de így, hogy ugye olcsóbb lett a tojás, így még többet tudunk eladni, és aránylag jó árban is adjuk. Van olyan vevő, aki a nagyobb bevásárló helyeken szereti megvenni a tojást. Havonta olyan 30-et. Ára? Hát van mikor 6, mondjam őszintén. Van mikor 32, 30, 29, pennébe 28. Itt a kisboltban találkoztunk olyan vevővel is, aki nem vásárol tojást, mert otthon rengeteget tojnak a tyúkok. Nem szoktam vásárolni tojást. Úgyhogy? Hát úgy, hogy nekünk otthon megvadatik ez. Tehát van saját tojás? Igen, van. A négy tojás méretből a háziasszonyok a közepest, azaz az M-est részesítik előnyben. A legtöbb tojásos recept erre van szabva. A szakember szerint érdemes a tojásvásárlásnál a kilogrammos árat figyelembe venni. Aki hazai terméket akar vásárolni, keresse a tojásokon a HU jelzést. A piacokon a kistermelőknek ugyan nem kell jelölni a tojást, de ki kell írnia, hogy ki és hol termelte. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!